Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Antal Ferenc Ildikó vagyok, az Életvédők című sorozat házigazdája. E két hetente jelentkező műsorban, melynek ma lesz sajnos az utolsó része, olyan civil szervezetek, közösségek és lelki gyakorlatok vezetőivel beszélgettem, illetve fogok ma is beszélgetni, akik bajba jutott édesanyákon és családjaikon segítenek, illetve céljuk a társadalmi szemléletváltás. Mai vendégem Földi Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány kurátora. Kedves Andrea, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek a Pax TV-ben. Én is, és hogy beszélgetünk így kamerák előtt is. Mi az utóbbi fél évben nagyon sokat beszélgettünk, legalábbis ahhoz képest, hogy mindketten milyen elfoglaltak vagyunk, és sok közös munkát is elkezdtünk, illetve végigvittünk együtt. És amikor tegnap este elgondolkodtam, hogy honnan is ismerjük egymást így személyesen, kiderült, hogy minden találkozásunk életvédelemhez kapcsolódik. Volt egy angol rádiós műsor által szervezett kommunikációs tréning, ahol nem csak részt vettünk, hanem egy párba kerültünk az egyik feladatnál. Aztán voltak a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom rendezvényei, ahol rendszeresen házigazda voltál, ott is beszélgettünk pár szót. Aztán volt a Séta az életér, ami most ezután lesz, de mire ez a műsor lemegy, addigra már múlt idő, de hogy ott is találkoztunk, sőt, ott hosszasabban is beszélgettünk, volt rá idő. És aztán volt a konferencia a hajón tavaly évvégén, amit a Kiáltás az Élet Egyesület vezetője Berzsuzsa szervezett, aki ugye ugyanígy volt itt a műsorban, illetve ahol megszületett ennek a műsornak a gondolata. És ott mi elkezdtünk arról beszélgetni, de jó lenne közösen. Egyrészt újságíróként a Védett Társadalom Alapítványnak dolgozni, ez azóta zajlik is, illetve egy olyan rendezvényt létrehozni életvédelem meg gyermekvédelem témában, ahol összejönnek azok a egymást ismerő, de együtt nem feltétlenül együtt dolgozó szervezetek, közösségek, lelki gyakorlatok, hogy mutassuk meg, hogy vagyunk, illetve hogy együtt többre vagyunk képesek, mint egyedül. És ez aztán meg is valósult. Úgyhogy így tart a mi történetünk. És így jöttél el ide hozzánk is. Mi a te történeted? Hogy kerültél az életvédelem közelébe? Hogy lettél harcos újságíró, életvédő újságíró a Krédó műsorodban, illetve hogy jött a Védett Társadalom Alapítvány létrehozásának gondolata? Az én történetem, mint minden történet is Jézussal kezdődik. Tehát amikor az ember meghívást kap egy feladatra, vagy a szívébe helyez Jézus egy ügyet, akkor az nem rajta áll, vagy tőle függ. Én újságíróként a Krédó című műsoromat, amikor elindítottam, akkor ott sok témával foglalkoztam, ezen témák egyike volt az életvédelem, és ezen műsor kapcsán találkoztam azokkal a csodálatos emberekkel, akiket te itt is te felsorakoztattál a műsorodban, és nagyon örülök, hogy a nézők megismerhetik őket, az ő személyüket, az ő csodálatos missziójukat, küldetésüket, azt az elhivatottságot és szeretetet, amivel ők az életvédelem ügyét képviselik. És nekem is megadatott ez a kegyelem, hogy őket személyesen megismerhettem, megszerethettem egyenként, és én így találkoztam rajtuk keresztül az életvédelem témájával. Az, hogy ez az ügy megfogant az én szívemben, és a gyökeret vert, ez is részben neki köszönhető, rajtuk keresztül munkált rajtam a Jóisten, és azon gondolkoztam sokat, hogy mi az, amit még én ehhez hozzá tudok tenni, hiszen életvédelem maga nem lenne, ha ezek az áldott jó emberek 30 éve, több évtizede nem foglalkoznának ezzel itt Magyarországon a megfogant magzati életek védelmével. És amire rámutatott a műsorom kapcsán a Jóisten, az az volt, hogy hát én nagyon sok emberrel tudok találkozni, olyanokkal, akikkel egyébként, ha más lenne a hivatásom, nem hozna össze a sors. És épp a közelmúltban olvastam Csermely Péter biológus és hálózatkutató könyvét, a Mennyei Hálózatban című könyvet. Elhangzott a kulcsszó. Igen. És ő ír arról, hogy milyen csodálatos módon szervezi hálózatba a természetet a Jóisten, maga teremtő, és hogy mi magunk is csak ezekben a hálózatokban tudunk tökéletesen az ő terve szerint működni. Tehát már amikor abba a kísértésbe esünk, hogy mi valamit egyedül oldunk meg, vagy mi egyedül vesszük fel a harcot, mondjuk olyan erőkkel, akik jól túlmutatnak rajtunk, az már egy rossz kísértés, és kisiklatja az embert az eredeti útjáról. És én ezt tapasztaltam meg, illetve erre tanított meg a Jóisten engem a Krédó kapcsán, hogy együtt ezzel a sok emberrel, akinek ő bemutatott engem, akikkel megismertetett engem, lehet, hogy lesz majd valami közös szándéka velünk, és ez ki is bontja szépen a tervét az évek során, ki is bontotta,
És rájöttem arra, hogy az egyetlen dolog, amit én nyújtani tudok ennek a sok embernek, az Jézus szeretete, az az összeköttetés, amire ő hív minket, az egymás felé fordulás, az összekapaszkodás. Minden fronton ezt érzem akkor, amikor én nagyon sok emberrel beszélgettem felekezettől függetlenül ebben a műsorban, és ugyanazokról a témákról, és ami közös bennünk, az Isten szeretete, a hitünk, a kereszténységünk, és azoknak az ügyeknek a képviselete, ami nekünk egyébként nem politikai ügy, nem ideológiai ügy, hanem lelkiismereti ügy, mert ezt a szívünkre helyezte Isten. Ilyen az élet szentsége és az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig. Szóval így alakítottam az én utamat, Isten, és aztán megismerkedett többek között veled is, sok más jó emberrel, és mindenkinek más volt a szerepe ebben az egész dologban, de mi semmit nem érünk, ha nincsenek azok az életvédők, akiket te itt bemutattál. Nélkülük nem jött létre egy hálózat sem, és miért fontos egy a hálózat, sem. Meg egy műsor sem? Azért, mert a hálózatban csodálatos módon sokszorozza meg az erőnket, az elhivatottságunkat, meg a kreativitásunkat, és az Isten is olyan embereket is össze tud kapcsolni, vagy megismertetni egymással, akik új impulzust, új lelketet, vagy új lendületet is tudnak adni az egyes misszióknak. És ezt teszi meg, amikor mi végre meghozzuk a döntést, hogy egymás felé forduljunk, és én tudom, illetve hiszem azt, hogy ezt fogja megtenni a jövőben, sok ügy mentén, sok csoporttal, sok hálózatban velünk. Köszönöm. Ugyanezt én nagyon röviden tudnám elmondani, olyan jó ezt hallgatni, és ugye a Védett Társadalom Alapítványnál ott is dolgozom, meg veletek sokat beszélgetve, tudom, hogy a kulcs szó a hálózatosodás. Én még az együttműködést használom, de már egyre gyakrabban beugrik ez a szó. Hogy jött létre a Védett Társadalom Alapítvány? Ezen szándék mentén azt éreztük, hogy olyan folyamatok zajlanak a világban, amelyek nem spontán folyamatok. Köthetjük őket progresszív ideológiákhoz, köthetjük őket mondjuk a nyitott társadalom eszmeiségéhez, a neomarxizmus, vagy a woke ideológia terjedéséhez, a gender mainstreaming térhódításához, de összességében, amire én és a védőtársaim is, kurátorok, alapítók rájöttünk, az az, hogy ez egy jól fölépített és jól megtervezett stratégia mentén szisztematikusan végrehajtott társadalom átalakító kísérlet, aminek áldozatai vannak. Olyan védtelen társadalmi csoportok és olyan védtelen területek, amelyeket nekünk, és itt hát most épp nekünk jutott eszünkbe, de nagyon sok más szinten más embernek is, tehát ez a hálózatosodás zajlik a keresztény networkekben, hálózatokban, szervezetekben zajlik, konzervatív platformokon, és mi úgy éreztük, hogy jó lenne, ha a civil szférában is megtörténne ez a fordulat, ez a hálózatosodás, mert hogy egy hálózattal szemben csak hálózatban lehet hatékonyan fellépni. Mi úgy tudjuk védelmünkbe venni ezeket a területeket, hogy hálózatban működünk azokkal a civil szervezetekkel összefogva, akik már régóta ezeknek a területeknek a védelmét képviselik és ellátják. Úgyhogy ez volt az alapötlete a Védett Társadalom Alapítványnak. Meg is határoztuk az öt alapterületet, ahol mi működünk. Azért ezen az öt alapterületen, mert ezek állnak támadás alatt. Ez az életvédelme a fogantatástól a természetes halálig, a gyermekek testi és lelki fejlődéshez fűződő joga, így a hagyományos családmodell és a hagyományos családvédelme, a vallás és lelkiismeret szabadság védelme, mert ez is célzott támadás alatt áll. Aztán védjük a nemzeti kultúrát és a hagyományainkat, amely szintén egy olyan gyökér, amelybe kapaszkodva egy olyan erős fundamentumon állunk, ahol kevésbé tudja támadás érni ezeket a területeket, és úgy gondoljuk, hogy védenünk kell a területi integritást és szuverenitást is, mert hogy ezt is támadást érte. Tehát ahhoz, hogy biztonságos, békés családi modellben vagy közösségekben tudjunk élni, nekünk nem elég normálisan élni, vagy a régi megszokott értékrendszerünk mentén élni, hanem szisztematikusan védelem alá kell helyeznünk ezeket a szervezeteket, össze kell kapaszkodnunk, védő bástyákat vagy hálózatokat kialakítanunk, és azonnal reagálnunk, amint észleljük, hogy itt vagy ott újabb támadásba lendült az ellenoldal. Köszönöm. A férjedet idézném, aki ugye az alapítvány elnöke, ő így fogalmazott, egy cikkemből vettem, amit a veletek való találkozásból született. Így szól, hogy ezekből az öt értékből vagy területből nem engedhetünk, és ezek igazáról meg kell győzni az embereket. Tehát nem csak védelemről van szó, hanem aktivitásról és aktivizálásról.
és ebben mind a ketten, és nyilván az egész csapat egyetér, de hogy fontos, hogy, és azt hiszem, hogy nekem is az a beszélgetés, amikor titeket, kettőtöket hallgattalak, sokat tudtam már róla, de hogy nagyon meggyőző volt, hogy pont az, amit az előbb elmondtál, hogy nem elég e szerint élnünk, ezt terjesztenünk kell, mert nagyon sok emberben ott van valahol mélyen ez a gondolat, de nem foglalkozik vele, nem érzékeli a veszélyeket, és így előbb-utóbb elmegy egy olyan irányba, amiben ugye egyébként, ha belegondolna, nem feltétlenül menne, és lehet, hogy már egyszerűen késő, már nem fog tudni vele küzdeni. Tehát, hogy nekünk ezeket a védőbástyákat aktívan felépíteni és védeni kell, de úgy, hogy minél több védő meg magunk mellé állítsunk, ugye? Jól gondolom. Igen, együtt, és imában ehhez Isten segítségét kérni. Igen. És úgy, ahogy te meghallottad az üzenetünket, és valószínűleg a te szívedben is már régóta fogalmazódott ez, csak egyszerűen akkor csaptál a homlokodra, és jöttél rá, hogy hát igen, ezt kell tennünk. Ugyanúgy nagyon-nagyon sok jó ember szívében régóta megfogalmazódott ez a gondolat, és ezt tapasztaltuk mi meg az országjárásunk során. Több mint 5000 kilométert utaztunk néhány hónap alatt, és igyekeztünk... És országon kívül is. És országon kívül is, és igyekeztünk mindenhova elmenni, ahol kíváncsiak voltak ránk, ahol szerettek volna többet megtudni rólunk, mindenhova szerettük volna elvinni ezt az üzenetet, ezt a felismerést, és nagyon pozitív reakciókat kaptunk az embereket, hogyha az igazsággal és a szeretettel és a védelem üzenetével megszólítjuk, akkor az a tapasztalatunk, hogy nagyon jól reagálnak rá, nagyon jól rezonálnak rá. Valójában szeretjük az életet, valójában ragaszkodunk az igazsághoz, valójában, mivel egy erkölcsi mozgalom vagyunk, ezért pont azt szólítjuk meg az emberekben, ami bennük van, mert bízunk az emberekben. Tehát jó akaratú, jó szándékú emberek nélkül a védett társadalom alapítvány nem érne semmit. Tudjuk azt, és bízunk abban, hogy sok ilyen ember van, meg kell szólítani őket, és pusztán arra kell megszólítani őket, hogy forduljanak egymás felé, és kapaszkodjanak össze. És ami nagyon pozitív fejlemény, és minket is meglepett, hogy mi nem is számítottunk ilyen hihetetlen pozitív fogadtatásra, és ilyen erőteljes válaszreakciókra, mert hogy nemzetközi szervezetként deklaráltuk magunkat, és a világ számos pontjáról kaptunk visszajelzéseket. Épp néhány hete hétvégén volt egy online konferenciánk, amerikai államokból kapcsolódtak be, kint élő magyarokkal konzultáltunk, akik szerettek volna többet megtudni a Védett Társadalom Alapítványról. 37 városból kapcsolódtunk össze. Nagyon inspiráló, nagyon erőt adó beszélgetés volt, és ami nemzeti sors tragédiánk, ez Trianon egyébként, és a nemzet szétszóratása, az lehet, hogy most egyszerre lesz az erőnk is, hiszen a magyarok ott vannak a világ minden pontján, úgyhogy egy természetes hálózatot tudunk most hihetetlenül gyorsan képezni, és ezekből a bázisokból fogja majd kinőni magát az a valódi nagy nemzetközi közösség, amelyet mi elterveztünk. Köszönöm, legyen így. De még nem zárjuk le a beszélgetést. Kettő dologról mindenképpen beszélünk. Ha már elmentünk Amerikáig, akkor egy kicsit beszéljünk az életvédelem területén. Ugye a gyermekvédelem területén könnyebben tudjuk azt mondani, hogy egyformán gondolkodunk, és legfeljebb nem vesszük észre a veszélyeket. De az életvédelem, azt gondolom, hogy egyrészt ugye egy korábbi dologról van szó, még inkább fontosabb a prevenció, másrészt meg jobban megoszlik a társadalom véleménye erről a kérdésről. És éppen ezért így végig gondolva, hogy mondjuk most Amerikában mi zajlik, találtam egy csomó pozitív jelenséget, de párhuzamosan vele negatívat is. Ugye egyrészt most írták alá Oklahomában azt a Amerika legszigorúbb abortusz tilalmáról szóló törvényt, hogy csak a megtermékenyítéstől kezdve tiltják az abortuszt, kivéve orvosi vészhelyzet, nemi erőszak és vérfertőzés. Ez korábban, talán márciusban még egy előző lépés az volt, hogy 6 hét után tiltják meg. Texasban ezt már ősszel megtették, és mindezt úgy, hogy elvileg szövetségi szinten tilos ilyen rendeleteket hozni, de ugye most kiderült, hogy ott is úgy tűnik, hogy változás kiszivárgott, hogy változás várható ezügyben. Nancy Pelosi képviselőházi elnököt pedig eltiltották attól, hogy áldozzon, mivel abortusz ellenes, illetve abortusz párti kijelentései vannak. Ugyanakkor ugye a nemrég lezajlott CPAC-en a keresztény, legnagyobb keresztény világi jamborin,
a Candace Owens nevű influencer azt mondta, hogy arról gondolkodnak Amerikában, hogy szülés előttig, sőt alattig, és most megint kiráz a hideg, ahányszor ezt hallom vagy elmondom, megengedik az abortuszt. Hogy lehet egyszerre ennyiféle jelenség egy országon belül? Ami új szerintem ezen a területen, az éppen ez, amit megfogalmaztál, ez a polarizálódás. Tehát, hogy egyre több szakember arra figyelmeztet, és mi is ezt észleltük, hogy mindkét póluson erősödnek az erőterek. Tehát, és úgy ír erről a Szentírás, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Tehát sajnos ez zajlik most a világban. Két nagyon erős pólus van, és mindkét pólus erősödik. Ez egyben megjeleníti egymásra szemben a szélsőségeket, fogalmazunk így, hiszen az életet vagy véded, vagy nem véded. Tehát igazándiból itt nincs alternatíva. Ezek egyébként nem toleráns fogalmak, és nem átjárható területek egymással. Ami szerintem itt a lényeg, hogy az abortuszpártiak a megtévesztés és a hazugság kommunikációs stratégiáját folytatják. Ezzel szemben nekünk információt kell adni, fel kell világosítani az embereket. Türelmes, magyarázó szeretettel mindenhol ott lenni, és elmondani nekik, hogy mi a tétje ezeknek a döntéseknek, miről is van szó, hogyan zajlik a fogantatás, mi az a pillanat, amikortól az élet él és élni akar, mi nekünk ebben a szerepünk, mikor cselekszünk jól, vagy mikor nem. Hogy itt valójában nem jogi kérdésekről van szó, hanem morális kérdésekről. Hogy ezt ne küldjük olyan szférákba, ahol nincs a helyük, hogy ez egy össztársadalmi kérdés, nem egyes nők vagy családok magánügye, hogy nekünk mindannyi közösen, az egész emberiségnek felelősséget kell vállalnunk az utánunk jövőkért, mert ez a mi életünk egyik missziója vagy küldetése. De türelmesen, mindenfajta támadással szemben rezenéstelenül tovább, szemünket csak a célon tartva, és minél szélesebb rétegeket elérve magyarázni, informálni, elmondani, muníciót adni, eszközöket adni egy vitához, adott esetben az érveléshez, és prevenciós edukáció, tehát megelőzni adott esetben a rossz élethelyzeteket, a negatív döntéseket. Olyankor már nagyon nehéz ugye segíteni a krízis pillanatban, de ugye erről itt az előttem szólók feltételezem részletesebben is beszéltek. Nekünk alkalmas és alkalmatlan időben és minden helyen ezt el kell magyaráznunk lehetőség szerint minél több embernek. Ez a mi fegyverünk, ez az, amivel igazán fel tudjuk venni a harcot, és ehhez is nagyon-nagyon sok emberre van szükség, és nagyon sok hiteles tanúságtevőre, és mindannyiunknak a történetére szükség van ehhez. Bizony. Viszont ugye Amerikában, és most nem akarok belemenni, párhuzamokat vonni, de ott tényleg beállt úgy tűnik egy-két országban, vagy akár egyre többen az állam is, a kormányzás is, és bár ez nem jogi kérdés, de azt gondolom, hogy az sem egy mellékes dolog, hiszen ugyanazok a cikkek, amiket itt ezekről olvastam, azt is mondják, hogy drasztikusan lecsökkent ezekben az országban. Lehet, hogy ez egy migrációt jelent, és máshol megnövekedett, nem tudom, mert annyira nem néztem utána, meg még szerintem ez egy friss jelenség, és biztos, hogy mindezt akkor is a prevencióval, meg a társadalmi szemléletváltással lehet elérni, de azért nem baj, hogyha ezt támogatják. Minden eszközzel, minden hangszeren kell játszani, és minden eszközzel kell élni, és mi is egyébként civil hálózatként erre törekszünk, keressük a beavatkozási pontokat, és ezen a beavatkozási pontokon a megfelelő embereket, akikre partnerként, szövetségesként tekintünk. Ez egyfajta professzionálisabb lobby tevékenységet is magában rejt, ami még megint csak a sikert és a hatékonyságot szolgálja. Tehát igyekszünk politikusokat is megnyerni ennek az ügynek, igyekszünk szakembereket is. Jogászaitok is van. Ugye a jogi csoportunk, a Budapest Bizottság is nagyon sok segítséget ad, monitorozza ezeket a területeket, és javaslatokat is tesz. Nagyon kreatív és nagyon elkötelezett fiatal emberekről van szó. De nekünk is ott kell lenni minden ponton, ahol egyébként ott vannak mondjuk a pro-choice aktivisták, vagy az abortuszpártiak, és azonnal lépni és reagálni, sőt, bizonyos témákban előre menni.
hogy csak egy dolgot mondjak, mondjuk itt is Magyarországon, számtalan csodálatos példa van arra, hogy milyen kezdeményezéseket indítottak már el az életvédő szervezetek. Ugye Szent István Intézet, Máté Zsuzsiék, a Veletek az első pillanattól fogva, aztán a FÉSZ, a Fiatalok az életért, minden egyes szervezethez fűződik egy olyan kezdeményezés, ami nem kifejezetten a törvényi szabályozás szigorítását célozza, hanem éppen, hogy az edukáció, a prevenció, meglévő keretek. Ott van az első szívdobbanás, a szívhang javaslat, ami arra vonatkozna, ugye, hogy az abortusz előtt álló kismamák, vagy a kismamák, akik életet várnak, életet hordanak a szívük alatt, hallgathassák meg a baba szívhangját, üzenhessen ez a kis élet az édesanyjának a saját szívhangjával, kommunikáljon az édesanyjával, mielőtt az ő sorsáról döntenek. Aztán például Horvátországban bevett gyakorlat, hogy amikor a várandóságot megállapítják, akkor ugye magát az ultrahang képet rányomtatják a leletre, hogy lássa is a kismama, hogy lássa, hallja, hogy tudja, hogy mire van szó, és akkor már nem lehet neki hazudni arról, hogy ami ott a szíve alatt növekszik, az egy sejtcsomó, vagy egy megfogant kis élet. Így van. Említetted a Magyarországot, amúgy is erre tértünk volna rá, és a sok szervezetet, akik igen, ebben a műsorban is előfordultak, és ők találkoztak ugye azon a konferencián, ami hát azt gondolom, hogy elég rendhagyó volt, és első olyan értelemben, hogy két nagy terület, az életvédelem és a gyermekvédelem területén összehoztuk, hát amennyit tudtunk ezekből a szervezetekből, és ott nem csak beszélgettünk, nem csak megosztottunk gondolatokat, hanem konkrét ötletek is felmerültek, tehát így volt az életvédelemnél különösen konkrét ötletek. Három nagy terület volt, ha jól emlékszem, ugye egyrészt a gyászfeldolgozás, a következő az orvosi szemmel, abortusz orvosi szemmel, és a harmadik pedig edukáció, kommunikáció. Mind három területen születtek konkrét kezdeményezések, és bízunk benne, hogy sok-sok együttműködés. Mesélsz róluk? Igen, először hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy itt, ebben a műsorban is megköszönjem mindenkinek, aki részt vett a konferencia szervezésében, az alapítvány munkatársainak, segítőinknek, mindenkinek, aki a Batthyány Alapítványnak, aki ugye a helyszínben segített nekünk, és ez egy csodálatos Lónyai 60-i villában valóban össze tudtunk jönni, méltó helyszínen meg tudtuk tartani ezt a konferenciát. Nagyon sok segítőnk volt, ugye egy ilyen konferencia lebonyolítása, az sok háttér támogatást igényelt, és külön szeretném megköszönni minden meghívottnak, aki eljött, aki elfogadta a meghívásunkat, és aki igennel válaszolt a mi hívószavunkra. Akár előtt ült a széken, akár a közönségben. Igen, mert ez egy nagyon nagy lépés volt mindannyiunktól. Részünkről egy bátortalan kezdeményezés, aminek remélem, hogy lesz folytatása, de itt a nagy fordulópont és a csodálatos dolog az az volt, hogy milyennyien ott együtt voltunk és találkoztunk. A gyász. Ha valakit elvesztünk, őt el kell síratni. És nagyon sok babát vesztettünk el mi magyarok. Ugye tudjuk, hogy az abortusz törvény életbe lépésétől kezdve 6,5 millió magzat esett az abortusz áldozatául. Ugye ott voltak azok a szervezetek, civil szervezetek, és azoknak a lelki gyakorlatoknak a vezetői, például a Ráhel szőlőskertje, Olaj Anett. Aztán ott voltak ugye a Ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlat vezetői, két házas pár, akik szintén csodálatos és pótolhatatlan munkát végeznek, és ők mondták el, hogy több százezer embert érint évente, ugye ez a gyász. El kell síratnunk ezeket a babákat, el kell búcsúznunk tőlük, nevet kell adni nekik. És itt van Móczár Gábor, akinek a fantasztikus felvetése az az, és ő is elkezdett több életvédő szervezettel együtt dolgozni ezen, hogy legyen egy nemzeti emlékhelye a meg nem született magzat gyermekeknek. És nem csak az abortusz áldozatául esett magzat gyermekeknek, hanem azoknak is, akik mondjuk spontán betélés során, vagy másokból vesztett el az édesanyjuk, hogy legyen egy olyan nemzeti sírkert emlékhely, ahova ezek az édesanyák el tudnak menni, egy gyertyát meg tudnak gyújtani, egy imát el tudnak mondani, egy szálvirágot le tudnak tenni, mert akkor békére találnak a szívükben, akkor begyógyulnak azok a sebek, amelyek nagyon fájdalmas sebek, és nagyon sok súlyos lelki problémát tudnak okozni egy életen át, egészen addig, amíg hordozzuk őket. De hogyha ezt le tudjuk tenni,
akkor megbékél a szívük, begyógyulnak ezek a sebeik, és erről aztán hihetetlen tanúságtételeket hallgathattunk meg ott a délelőtt során, hogy milyen csodálatosan gyógyítja az Úr az ő szívüket, és hogy milyen hihetetlen átváltozáson mennek keresztül azok az édesanyák, akik részt vesznek egy ilyen lelki gyakorlaton, és meggyógyulnak, és elgyászolják a gyermekeiket. Néztünk külföldi példákat, és már sok ötlet van arra, hogy ez hogyan valósulhasson meg, ami szintén nagyon pozitív fejlemény, hogy egyöntetően minden szervezet támogatta ezt a kezdeményezést. Aztán ugye a második témánk orvosokkal beszélgettünk arról, hogy maga az orvos társadalom hogyan viszonyul az életvédelemhez, mennyire lehetne ott akár a szakmai protokollt, akár a szemléletet befolyásolni, és egy csodálatos orvosaink vannak, és csodálatos tanúságtevőink, többek között ott volt Csókai András főorvos úr, akinek, hát, akit nem kell bemutatni. Itt is volt. aki gyakorlatilag elől megy, mi csak utána. És mondja, hogy minden orvos érintett, nem csak a nőgyógyászok, mert ott dolgoznak egymás mellett, és tudják, hogy mit csinál a másik. És ez nekik éppen olyan lelki teher, mint annak az édesanyának, vagy annak a családnak, akit ez a dráma érint. Szóval őket is lélekben hordoznunk kell, nekik is kell segítség, és sok olyan jó gyakorlat van, ami tulajdonképpen csak egy orvosi protokollmódosítás lenne, szintén megint nem jogszabály, és nagyon pozitív változásokat tudna elidézni. És aztán utána beszélgettünk arról, hogy hogyan jelenjen meg ez a téma a nyilvánosságban, hogyan legyünk együtt, milyen formában, mit üzenjünk a társadalomnak, milyen fórumokon, hogyan tudunk fellépni. Hogy hogyan legyünk együtt, ezen már a jogász csoportunk, a Budapest Bizottság és Tóth Máté ügyvédor dolgozik. Valószínűleg valami polgárjogi társulás lesz majd ennek a jogi formája, hogy meg tudják őrizni a szuverenitásukat ezek a szervezetek, de mégis legyen kapcsolódási pont és valami forma, amiben egységesen tudunk majd akár a véleményünket artikulálni, akár fellépni, illetve milyen üzeneteket küldjünk, és ugye a Várba Várt alapítvány vezetője fogalmazta meg azt a csodálatos üzenetet, hogy nem kell feltétlenül mindig a nehéz és kritikus kérdéseket nehéz kommunikálni. Ez valójában egy nehéz és kritikus kérdés, de emeljük el egy kicsit olyan szintre, például a gyermekvállalás vagy az abortusz kérdését, ahol könnyebb az édesanyának is igent vagy nemet mondania. És ilyen kérdés például, amit most Józsiék megfogalmaztak, együtt szeretnél-e maradni a gyermekeddel, vagy nem? Tehát nem azt, hogy megölöd-e, vagy nem, életet adsz neki, vagy nem, hanem együtt szeretnél vele maradni, ha nem. Nem baj, ha nem akarsz vele együtt maradni, hiszen sok olyan pár van, aki gyermekre vár, és akkor mi segítünk neked abban, hogy a kisbabád jó helyre kerüljön, jó családban. Szóval nagyon fontos, hogy hogyan kommunikálunk, milyen üzeneteket fogalmazunk meg, hogy ezek az üzenetek egységesek legyenek, és hogy jól beszéljünk erről, jó szó ez nálta. Nagyjából ezeket a témákat jártuk körül, tehát döntöttünk arról, hogy lesz valami egységes platform, hogy igyekszünk a jövőben többször, több fórumon együtt fellépni. Igen, és még az is szóba került, emlékszem, hogy akár a kifele, tehát a médiában is, és akár egységesen, és a fiatalok, az önkéntesek bevonás, ez mindegy egy egyéni szervezetnek is feladat, de akár a közösnek is. Nagyon bízom benne, hogy ennek a közös konferenciának lesznek ilyen típusú gyümölcsei. Abban biztos vagyok, hogy lesznek, de hogy ilyen nagy léptékű gyümölcsei is lesznek, ezt kívánom nekik is, meg nektek is a Védett Társadalom Alapítvány számára. És lassan elbúcsúzok, Andrea, meg biztos, hogy nagyon sok mindent tudnánk beszélni, de lejárt az időnk. Van még valami utolsó gondolatod? Köszönöm a meghívást, köszönöm a beszélgetést. Az utolsó gondolatomat is annak szánnám, hogy az, hogy milyen gyümölcsöket fog majd teremni egy ilyen összefogás, vagy egyáltalán mi milyen gyümölcsöket termünk, az csak is kizárólag attól függ, hogy mennyire adjuk át az életünket Jézusnak, és mennyire hagyjuk, hogy ő működjön bennünk, hogy ne a saját ötleteink érvényesüljenek, ne a saját terveink, hanem ő valósítassa meg a tervét, mert az a terv az csodálatos és nagyszabású, jóval nagyobb szabású, mint amit mi el tudunk képzelni, vagy meg tudunk tervezni. És jó annak része lenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmüket. Ez volt az Életvédők című sorozat utolsó, azt gondolom, hogy záráshoz méltó része. Isten áldja önöket, a munka folytatódik itt a Pax TV-ben, a Védett Társadalom Alapítványnál és minden más szervezetnél is. A viszontlátásra!